Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket és az igehallgatókat. Az apostol szavaival kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A húsvéthoz kapcsolódva a mai áhítaton hallgassuk meg azt az igét, amelyik a húsvét másodnapi istentiszteletnek az alapigéje is volt. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele 15. részéből a 19. és a 20. verset. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Amen. Szeretnék egy olyan kezdetet, ami egy kicsit újabb, másabb, mint amit áhítatokon megszoktunk. Egy olyan kezdetet, amelyben néhány szóval fogunk találkozni, amelyek rövid szavak, amelyeket sokszor használunk, és amelyek mozaik szóként több jelentést hordoznak, és több tartalmat ismertethetnek meg velünk. Az első ilyen szó, amelyről szeretnék szólni, az, ami a felolvasott igében is benne foglaltatik, és nyomatékos, hiszen a mondatnak az elején hangzott el, amikor azt mondja az apostol, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Ez a szó, amit most kiemelnék ebből, nem más, mint az, hogy csak. Hogyha ezt a szót megnézzük, akkor azt láthatjuk meg, hogy van ebben a szóban egy kizárólagosság, amit az angol úgy mond, hogy only you, vagyis csak te, vagy te egyedül, egy kizárólagosságot hordoz jelentéstartalomként, aztán van benne egy keveslés is, hiszen akkor, amikor valamit megkérdezünk egy üzletben, hogy mennyibe kerül ez, amit szeretnék megvásárolni, elhangzik az ára, és akkor az ember rácsodálkozik, hogy csak ennyi. Van benne egy keveslés ebben a szóban, és természetesen van benne egy dacosság. Hogyha valaki gyermeket nevelt, vagy hogyha van kapcsolata emberekkel, és bizony azok a kapcsolatok néha nézetkülönbségekkel járnak, és szeretnénk megtudni ennek az okát, rákérdezünk, hogy miért, akkor sokszor dacosan kapjuk jelentéstartalommal ugyanezt a szót, hogy csak. De mit is jelent ez a szó, vagy mit jelentsen számunkra, amikor olyan sokszor használjuk? Jelentse mozaik szóként ezt a három szót, ami a feltámadás naphoz is kapcsolódik, csoda, ajándék, kegyelem. Röviden, csak. De mit is jelent akkor ez nekünk? Testvéreim, először is az, hogy a feltámadás az csoda. Csoda, mert nincsen rá észszerű magyarázat. Aztán azt is tudjuk, hogy a feltámadásnak a ténye meghaladja az embernek az erejét. Meghaladja a fizikai erőnket, önmagunktól képtelenek vagyunk nem csupán feltámadni, hanem sokszor egy-egy betegágyból, egy-egy nyomós, leterhelő betegségből is felkelni. Nem úgy feltámadni. Felkelni is fizikailag képtelenség. Ugyanakkor meghaladja az embernek a képzeletét is, mert képzeletbelileg sincsen erők arra, hogy feltámadni. Hát hogyan érti azt? János evangéliumában találkozunk ezzel, amikor Jézus beszél arról, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Hová akar menni? Emberileg elgondolkoznak rajta, de a feltámadásig nem jutnak el. Nem jutnak el odáig, ahova a hívők atya Ábrahám eljutott, hiszen a zsidókhoz írt levél megfogalmazza és elmondja, hogy Ábrahám hitt a feltámadásban, hiszen akkor, amikor megkapja az ígéretet, hogy aki Izsáktól származik, az neveztetik a te utódodnak. Akkor Ábrahám a hitének a próbájakor elviszi Mória földjére Izsákot, felmennek a Mória hegyére, és úgy gondolkozik, hogy ha ő itt feláldozza Izsákot, akkor Isten fel fogja támasztani a halottak közül. Mert az ígéret megáll, hiszen akik Izsáktól származnak, azok lesznek az ő utódai. A feltámadás, testvéreim, csoda. Csoda, mert a halálnak a legyőzése
az az Isten csodája. És ebben vagy hisz valaki, vagy nem hisz. Csoda. Aztán a másik szó, ami a csak második betűjéből adódik, az a betűből, az, hogy ajándék. Hogyha megnézzük a húsvétnak, a feltámadásnak a történetét, és megnézzük azt, ahogyan Jézus a feltámadása után az Emmausba tartó tanítványokkal is beszélget, Péterhez is oda megy, aztán amikor Tamás együtt van a többiekkel, a többi tízzel, akkor megjelenik Jézus, és őt is köszönti, hogy békesség néktek, és megszólítja, gyere ide, tedd az ujjaidat a szegek helyére, kezedet az oldalamra, ne légy hitetlen, hanem hívő. A feltámadásnak a hite testvéreim ajándék. És Jézus jön. És Jézus nyújtja ezt az ajándékot. Ahogyan Tamásnak is mondta, ne légy hitetlen, hanem hívő. Ki adja ezt az ajándékot? Ki adja a hit ajándékát? A feltámadás hitének az ajándékát? Jézus adja. Tamás megfogalmazza, amíg én magam nem látom, nem érintem, addig nem hiszem. Jézus meg azt mondja, nézz, láss, érints, és ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. De hogy fejezi be? Miértünk fejezi be úgy az Úr Jézus ezt a tanítást? Tamás, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Mert Jézus ezután is az őt nem látóknak is adja a hit ajándékát, nyújtja. Egy ajándékért pedig testvéreim, vagy le kell tennem azt, ami a kezemben van, hogy el tudjam fogadni, amit nyújt nekem. Vagy pedig az a minimum, hogyha üres is a kezem, ki kell nyújtanom azért az ajándékért. Ha nem teszem, akkor nem lesz az enyém. Testvéreim, Krisztus feltámadásával legyőzte a halált. Mégpedig azért, hogy minket részesíthessen abban az ajándékban, amit ő a halálával megszerzett. A bűnbocsánat ajándékában. Csoda, ajándék. Bizony, ajándék a feltámadás hite. Ajándék Jézus halálának az érdeme, a bűnbocsánat. És ez a hit Istennél van elkészítve. El van készítve a te számodra is. És át is adja mindazoknak, akik nyitott, és nem dacos, és nem ellenkező szívvel hallgatják a húsvéti örömüzenetet. Azoknak, akik nem olyanok, mint az őrök megbízói, akik azt mondják a feltámadást átélő őröknek, hogy hazudjátok a népnek, hogy amíg aludtatok éjszaka, a tanítványai eljöttek és ellopták a Jézus testét. De az őrök látták az angyalt. Látták, ahogy a nehéz követ elengedíti a sírbolt szájáról. Úgy olvassuk, szinte holtra váltak, sokkos állapotba kerültek. Olyat láttak, amit nem hittek el. A tekintetüket nem tudták levenni, se az angyalról, se a történésekről, csak nem bírták felfogni. Mert a feltámadás csoda. És az a feltámadás hite pedig ajándék. És itt van ez a szó, hogy csak a K betű, a harmadik. Ami nem más, mint a kegyelem. Csoda, ajándék, kegyelem. Röviden, csak. Jusson eszünkbe, valahányszor kimondjuk ezt a szót. Kegyelem. Kegyelem az, amikor Isten olyat ad, amelyért nem kell fizetnem semmimmel sem. Amit a magaménak mondok, azt nem kell átadnom Istennek. Ajándékba adja. Valaki már megfizette annak az árát, amit én ajándékba kapok. És a kegyelem, testvéreim, a kegyelem az az Istennek a velünk gyakorolt, vagy értünk gyakorolt szeretete. Ő kegyelemből adta nekünk a Krisztust. Ő kegyelemből adja nekünk a bűnbocsánatot. Isten ajándékainak az árát Jézus fizette meg. Mi megkapjuk, mert az Isten kegyelmes. Mert az Isten ingyen adja nekünk. Mert az árát megfizettette azzal a Jézussal, akit ott nagypénteken, a kereszten elhagyott, akitől elfordult. És a hitet elfogadó embert
Jézussal magával ajándékozza meg. Csoda, ajándék, kegyelem. Hogyha Jézusnak a személyét nézzük, akkor ő rá is érvényes ez. Ő csoda, ő ajándék, ő a kegyelem. Kegyelem az örök élet. És ha valaki megkérdezi tőled, hogy miért hiszel, ennyit mondj, csak. Csoda, ajándék, kegyelem. Áldott legyen érte az Isten. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.